December 13-a, Luca napja. A néphagyományban ehhez a dátumhoz számos hiedelem, jóslat és babona köthető. Többek között az úgynevezett Luca tök is. Sokan nem tudják, hogy a 16. század utolsó harmadáig, 1582-ben lett Magyarországon a Gregorián naptár szerint 13. Eger pápa utasítására elrendelve, addig a Julianus naptár volt érvénybe, amely Julius Cézártól volt folyamatosan érvénybe. Na most a 13-a számított a régiségben, a régi időkben a napfordulónak. Ekkor volt a legrövidebb a nap. És a látható, hogy itt van egy töklámpa, egy kerámiából készült töklámpa, ami nem keverendő össze a Halloween-nal, a Halloween tökkel. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy ez egy másodkézből, egy second hand átvétel gyakorlatilag az angol szász országokból. Nekünk főleg Dunántúlon és a Dél-Dunántúlon ennek megvolt a hagyománya, hogy Luca napkor sütőtökből lámpást faragtak. Tehát azért mondom, hogy ezt is szoktuk mondani a gyerekeknek, illetve a pedagógusoknak, hogy legyenek tisztában azzal, hogy egy divat hullámot átvesznek, igaz, halottak napjára, arra az időszakra, de ennek az ősiségbe a magyar néprajzi vonatkozása megvolt. Na most Szent Luciáról, ő egy szirakúzai, mai Szicíliából jön, 3.-4. század fordulóján ért, vértanú halált halt, később 5. századtól szentként tisztelt hölgy volt. Nagyon érdekes az, hogy az ő személye hogy megy át végül is egy ilyen gonosz figurával, egy ilyen boszorkányűző nap lett gyakorlatilag ez a Luca nap, és a Luca szék készítése ehhez kapcsolódik majd, de rengeteg hagyomány kötődik Luca naphoz. Elsősorban mutatnék itt egy kis tálkát. Ebben a tálkában Luca napkor búzát vetettek, beleállítottak egy vagy több gyertyát, és megvárták azt, hogy karácsonyig ez a búza, ez sarjat hozott, ugye, hajtásnak indult, és ebből tudta következtetni arra, hogy a következő évben milyen lesz a termés. A Luca naphoz tartozik például az időjárás előrejelzése is. Az első az megfigyelésen ment keresztül, például megnézték, hogy Luca napot követő nap december 14-én az a január hónapra vonatkozott, 15-e a következő február hónapra, és nézték, hogy milyen időjárás van, és abból következtettek arra, hogy a következő évben milyen időjárás lesz. Itt látható egy vörös hagyma, a székelység körében pedig azt terjedt el, hogy a hagymának a rétegeit 12 szeletre, 12 hasábra szétválasztották, és besózták őket, és azok a gerezdek, amelyek megnedvesedtek a só hatására, kiszámolták, hogy az melyik hónapnak megfelelő, és abban a hónapban olyan időjárás prognosztizáltak a következő évre. De látható itt egy kereplő is, és nem a busójárással van kapcsolatban, most nem indítanám el, szörnyű hangja van, de a kotyolás, ugye ez egy alakoskodó, gyakorlatilag népszokás volt, általában két fiatal legény hajnali órákban felkereste a gazdák házát, engedélyt kértek arra, hogy kotyolhassanak. Egyébként Halloween trick or a treat, ez ugyanez, csak itt nem csokoládéért ment a dolog, hanem tudom én, egy aszalt gyümölcsért, vagy dióért, vagy magyaróért, vagy nehogy Isten szalonnáért is, meg hát nagyobb bacska gyerekek már pálinkát is kaptak. És akkor megkérdezték, hogy szabad-e itt kotyolniuk, általában engedélyt kaptak rá, hiszen a ház gazdájának ez nagyon fontos volt, hogy nehogy rontást hozzanak a házra. Mert ilyen dalokkal jöttek meg, hogy Luca-Luca kitykoty, 2-3, galagonya 2-3, a pálinkámat várom, ha nem adnak szalonnát, levágom a gerendát, ha nem adnak körtét, elviszem a böskét, vagy volt egy olyan változat, hogy ha nem adnak hurkát, elviszem a julcsát. Úgyhogy itt letérdeltek, magukkal hozott fadarabra, vagy a gazdasszony szalmát szórt eléjük, és akkor elmondták a kotyolódajukat. Ugyanakkor utóbbi egy termést hozó áldás is volt, mondja a szakember. Azt kívánták, hogy akkora disznai legyen Kennek, mint a kertkapu, vagy akkora oldalszalonnája legyen olyan vastag, mint a mestergerenda. De hát egyéb 18 pluszos szövegek is elhangoztak a termékenységre a házban élő lányoknak a szerepével kapcsolatban. És általában ezeket a gyerekeket bőségesen megajándékozták, ahol nem szalonnát kaptak, valamint akkor egy-két krajcár
fizetséget kaptak érte. A legismertebb népszokás talán a luca széke. A kifejezést az igen lassan készülő dolgokra szokták használni. Az ülőke készítését szigorúan csak december 13-án lehet elkezdeni, és naponta csak egy munkafolyamatot szabad rajta végezni. Általában a régiségbe 9 különböző féle fafajta felhasználásával készült, tehát nagyon különleges fák voltak köztük, többek között, mint a kökény, vagy a somfa, vagy a jegenyefenyő, az volt az ülőlapja, és amikor ezek a székek elkészültek, akkor ugye a éjjeli misére a legények becsempészték a templomba, általában a bejáratnál, vagy ahol a harangkötél volt, és erre ráálltak, és akkor meglátták azt, hogy a felekezetben ki a boszorkány, ugyanis akkor szarvat növesztettek, ugye ez a beavatatlan szem nem látta, de meg kellett hajolniuk a templom kapuba. Igen ám, de abban a pillanatban lelepleződtek, és a boszorkányok elkezdték őket üldözni, de a zsebükben mindig volt mák, és ezeket a mák szemeket hátradobták, és a boszorkányoknak meg kötelessége volt egyenként fölszedni a szemeket, így akkor egérutat nyertek, és otthon a legelső dolguk az volt, hogy a kemencébe bedobták a széket, és eltüzelték a luca székét.